Idékesrahérvár még 2019-ben a Virágos Magyarország verseny város kategóriájának győzteseként vívta ki a jogot, hogy képviselje hazánkat a nemzetközi Antan Florál Europe versenyen. A vírus helyzetre tekintettel 2020-ról idére tolódott a megmérettetés. A zsűri tagokat kedden reggel Cserpakovics András polgármester köszöntötte. Tudjuk, hogy komoly kihívások vannak a 21. században a településeink előtt, amik összefüggnek a környezet állapotával és azzal a környezettel, amiben élünk. Azt is tudjuk, hogy ezek globális problémák, ezért is jó, hogy vannak ilyen globális uniós versenyek, európai közösséget megszólító programok, de azt is tudjuk, hogy a lokális cselekvésre is nagy szükség van. Ennek szeretnénk megmutatni azokat a példáit, amiket mi alakítottunk ki és mi működtetünk ebben a városban. A polgármester hozzátette a városfejlesztés csapatmunka eredménye, a környezet fejlesztésébe, zöldítésébe minél több embert kell bevonni. A zsűri Székesfehérvár település szerkezetét, történetét ismerhette meg Lantai Attila városi főépítésztől. Hallhattak többek között a terek, például az Országzászló tér és a Bartok Béla tér megújításáról, a Sóstó természetvédelmi területről, az Aranybulla környékének felújításáról, a Fehérvár tüdeje programról. A zsűri ked este értékeli majd a látottakat, tapasztaltakat.